Március 5-től Egerben és az azt követő héten pedig további 23 vidéki településen ingyenesen házhoz mennek az összegyűjtött üveghulladékokért. Az Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Munkatársai az üvegeket is havonta és előre meghatározott napokon gyűjtik össze az egyes városrészekben és településeken. A lakosok dolga csak az, hogy az öblös üvegeket egy átlátszó zsákban kihelyezzék a házuk elé. Ezután az autó a járatterv szerint összegyűjti a hulladékos zsákokat, ami aztán a kezelőpartnerhez, majd a hasznosítóhoz kerül. Mennyiségi korlát nélkül, tehát gyakorlatilag bármilyen mennyiséget kirakhatnak. Nagyon fontos, hogy épp üvegre legyen, nem lehet benne sík üveg, illetve autóüveg, képcsöves termékek és egyéb olyan üvegek, ami nem az öblös üveg háztartásban megképződő öblös üveg kategóriába tartozik. Amit elszállítunk, az bármilyen italos üveg, befőttes üveg, ezeket gyűjthetjük ebbe a zsákba. A házhoz menő rendszerben nem gyűjthető hulladékok leadhatók a Homok utca 26 szám alatti telephelyen nyitvatartási időben. Itt látható, amit a lakosság az elmúlt időszakban hozott be hozzánk, illetve adott le öblös hulladékot. Ez mind épp a szennyeződéstől, illetve ételmaradéktól mentes, ugyanígy kérjük majd gyűjteni a zsákos rendszerben is. Emellett a tavasz közelettével március 12-től a zöld hulladékok elszállítását is megkezdik, a tavalyi rendszerrel megegyezően két hetente díjtalan zsákok biztosításával. A gyűjtési naptárról és az aktuális információkról a www.egrihulladék.hu oldalon és az Egri Magazin című újságban is tájékoztatják a lakosokat.